Horvát és bosnyák csapatok, valamint a pécsi kerekesszékes kosárlabdázók vettek részt a második Rolling Basket Cup elnevezésű nemzetközi tornán. A pécsiek csapatkapitánya Klajcs Gábor Wojtek Aurellal együtt éppen az első 2019-es tornán vehette át válogatott szerelését. Ez a barátság megszilárdítása. 4-5 éve kezdtük elő, kaptunk egy meghívást a Slavonski Brody csapattól, és azóta így megy a barátság. Oda-vissza hívjuk meg egymást ilyen tornákra, és hogy gyakoroljunk, minél nagyobb tapasztalatokat szerezünk külföldi csapatoktól is. Én úgy gondolom, hogy sokat fejlődtem. Ugye voltam az Európa bajnokságon is, ott nagyon jókat játszottunk, az is segített, meg így a külföldi csapatokkal is, csapaton belül is jó az edző, jó taktikát tanít nekünk, úgyhogy szerintem alakulok én is. Egyre jobban szeretnénk fejlődni, meglátjuk majd. A többi csapat is voltak ilyen átrendeződések kicsit. Meglátjuk, hogy hogyan alakul, majd szeretnénk minél jobban teljesíteni. A pécsi egyesület célja, hogy ezzel a kupával is megmutassa, hogy sérülten is van értelme az életnek, és hogy a fogyatékossággal élő embereknek is a sportolás által vannak lehetőségei, sikerélményei és örömei. 3 éve kosárlabdázok, és hát végülis az egyéniségem jön ki a csapatszellem, hogy egy csapathoz tartozok, és hogyha akarok, hanem akkor is itt a helyem, és itt kell játszanom, és itt kell megnyernem a meccset. Az ifjúság talán egy kicsit gyorsabb lettem, egy kicsit pontosabb, és egy kicsit halkabb vagyok, nem kiabálok már össze-vissza. A PTE Peac parasport szakosztály keretein belül 2018-ban alakult meg a kerekesszékes kosárlabda csapat. A gárda egy évvel ezután rendezte meg az első Rolling Basket Cup elnevezésű pécsi nemzetközi tornát. Ez a kupa ugyan a pandémia miatt az utóbbi 2 évben elmaradt, azóta a bajnokságban és a magyar kupában is egyre jobban szerepel a pécsi együttes. Magyar kerekesszékes bajnokságban most már ettől az évtől 5 csapat játszik, de ez az 5 csapat, ez annyira kevés, hogy hát most nem akarom csúnyán mondani, de már ismerjük egymást, már unjuk egymás képét, hogy mindig ugyanazokkal a csapatokkal játszunk, és egy kis változatosság az, hogy behozunk ilyen külföldi csapatokat egy ilyen torna keretében. A másik, ami még nagyon fontos, hogy ők ebben a kerekesszékes kosárlabdában is előbbre járnak, mint ahogy az épp kétlábú kosárlabdában is, ugye a délszlávok azok hagyományosan jobbak nálunk, és azért is hívtuk őket, hogy tanuljunk tőlük. A második Rolling Basket Cup végeredménye. Első lett a bosnyák Kik Zmaj gárdája, második a horvát Slavonski Brod egyes csapata, harmadik a házigazda PTE Peac Rolling Basket, és negyedik a Slavonski Brod kettes gárdája. A pécsi kerekesszékes kosárlabdázók számára kupameccsel indul a szezon, majd október végén a magyar bajnokság is elrajtol.